Üdvözöllek benneteket a BS YouTube csatornáján. Pár nappal ezelőtt képet és egy mini videó formájában feltettem az általam készített alkoholos főzőt sörös dobozból, ami most így videón közelről is így néz ki. És itt van egy másik, mert ezt már nem szedem szét, amivel utána lehet nézni neten, akit jobban érdekel, az keressen utána. Három kis darabkából áll az egész. Ezt gyorsan megmutatom, hogy én hogy készítettem el, és akkor utána megnézzük a tesztet. Na kérlek szépen, két egyforma darabot vágtam, két jelen pillanatban sörös doboznak, de a kólás dobozból is el lehet készíteni, az alját le kell vágni. Én 5 centire vágtam le, és ezt egy picivel nagyobbra, illetve az nem is 5, csak 4 centi. Tehát így lesz a dupla fala ennek az egész szerkezetnek, hogy ez ide be passzol. Ez az alja. Illetve, ha jobban lássátok, vágtam 4 ilyen V alakot a aljába, hogy szintén ide a dupla falhoz is fel átfoljon az alkohol. Így, ezt betesszük ide, és akkor az alját azt így kivágtam, és vannak rajta ilyen 2 mm lukak körbe. Én szemre furkáltam, én nem méregettem, és akkor ezek után te picit be kell tűrni a szélét ennek a felső doboznak, szépen óvatosan belehelyezzük, picit így játszunk vele, egy-két vége mindig azért megakad, és amikor minden ugye bent van a helyén, akkor szépen összenyomjuk, és ezt az egészet én egy ilyen alumínium szallaggal körbe tekertem, kétszer vagy háromszor, mert itt az összeillesztéseknél ugye ugyanúgy párolog az alkohol kifelé, és ott is fog égni, ezáltal nem biztos, hogy sőt, nem biztos, hogy jó lesz. Na gyerekek, ez egy ilyen pofon egyszerű dolog ezt elkészíteni. Még az elején szeretném nektek megjegyezni, hogy nemhogy nem vagyok benne biztos, sőt, biztos vagyok benne, hogy nem tudja azt, mint a gyári verziója, amit lehet kapni. De a kihívás meg a kísérletezés az engemet így nagyon motivált. Azt tudom, hogy nem fog olyan jó lenni, de most egy durván a 33-as dobozos kólát vesszük 180-200 forint, akkor 400 forintból meg egy kis ragasztó szalagból megvan. Ez az alkoholos főzőnk. És mint mondtam, biztos, hogy nem tudja azt, de szükség esetén akkor ezt így össze lehet állítani. Na, még az elején meg szeretném jegyezni, és sőt felhívom a figyelmet rá mindenkinek, hogy nem veszélytelen a dolog, hiszen a benne levő alkohol az nagyon erősen ég, így semmi kéz legyítése, még talán a szél se fújja el. Tehát veszélyes dolog, hogyha véletlenül olyan helyen van, hogy megrúgjuk, vagy belerúgunk, és ez felborul, mert akkor komoly tüzet tud okozni, tehát óvatosan bánjunk ezekkel a dolgokkal. A biztonságra én is figyeltem, mint látjátok, most belső videó készül, itt Budapesten esik az eső, egész délelőtt esett, most csak azért, hogy én kimenjek egy 2 órát az erdőbe, hogy ezt bemutassam, és hogy erdőbe legyen, hát nem sok értelmét láttam. Szóval, mint mondottam, vigyázzunk a biztonságra, én is előkészültem, itt egy fémtálcába fogom beletenni, és azon belül is még egy pár dolog. Illetve, még mielőtt belevágnánk, én mindjárt megmutatom nektek, hogy ugye ez még csak az égő része, de ugye nem erre rakjuk rá az edényünket. És majdnem elfelejtettem nektek még azt megemlíteni, hogy ugye tisztában van mindenki vele, hogy ennek mi a funkciója. Tehát most ne próbáljunk sütődiszkoszt
ráhelyezni, ne próbáljunk hatalmas edényeket ráhelyezni. Ez egy vészeseti megoldás. Én nem, meg lehet melegíteni vele akár konzervet is, de ez egy ilyen gyorsan előkapom a táskámból, kávénak, víznek, levesnek, fel tudunk vele forralni vizet, és maximum ilyen dolgokat tudunk. Na, előkészülök, és akkor mindjárt visszajövök, és akkor elkészítjük a kísérletet, és akkor majd még jobban, még többet beszámolok erről. Nos, újra itt, az előbb elfelejtettem nektek megmutatni, hogy amikor terepre vinném ki, akkor ilyen elalakra görbített hegyes tüskéket szúrnék le a földbe, és az a közé lesz ez a főző betéve. Most itt, hogy biztonságos legyen, és nehogy valamit felgyújtsak, az IKEA-s kanáltartó kis kályhámba szúrtam egy pár ilyen tüskét, és abba helyezem bele, mindjárt közelebb húzom, hogy lássátok. Így, és akkor ebbe teszem bele, valamint egy fél liter víz elő van készítve. Na és most a legfontosabb dolog, amit szeretnék nektek mondani. Ezt a tesztet egy fél liter vízzel, és szerintem, bár nem hiszem, hogy nagyon tévedek, a egyik legvastagabb falu edénnyel fogom letesztelni, és 20 ml alkohol került a főzőbe. Ha ennek a tesztnek megfelel ez a fajta cucc, ez a sörös dobozból, akkor azt mondom, hogy le a kalappa, hiszen tudjuk azt, hogy a különböző túra outdoor edények közül a titánium bögrék, ilyen-olyan fajta elég vékony anyagvastagságú edények vannak, azokat biztos, hogy ott nem lesz probléma, de ha ezt a nagyon vastag acélfalú, ez egy angol, ez egy brit csajka, ezt nagyon szeretem, ez nagyon bírja a strapát, ha ebbe sikerül ezt a fél liter vizet, ebbe 20 ml alkoholla legalább egy percig főznünk, de reményeim szerint sokkal többet, azt is megnézzük, hogy ez a 20 ml alkohol, ez mennyire lesz elég. Úgyhogy nem biztos, hogy fogom hagyni nektek végig, mert nem vagyok annyira nagy profi a videószerkesztésben, nem biztos, hogy tudom pörgetni a videót, de meggyújtjuk, és az égés pillanatától majd aztán látni fogjuk, hogy körülbelül hány percet tart ez a 20 ml. Na, lassan el is kezdeném. Itt van 20 ml alkohol beletöltve ebbe a kis akármibe. Mint mondtam, fokozottan vigyázzunk, mert erősen gyúlékony ez a 96%-os alkohol, úgyhogy és kérem szépen, látni fogjátok, hogy a tűz az elkezdett égni, és na jó, megvárjuk, hogy az oldalain is kijöjjön a tehát, hogy a lukakból égjen a tűz, na a közepén, mert ugye amint felmelegszik a hő a dupla fal mögött, akkor elég szépen kezd égni ott belülről. Tehát így egy pár percet elvesztegetünk. Iszonyatosan nagy a hő, szerintem meg fogja tudni nekünk melegíteni ezt a megmutatom nektek még egyszer, hogy mindjárt leégettem az orromat, hogy milyen szépen ég. Nagyon szépen tudja. Ide visszatesszük, és akkor felhelyezzük ezt a vizecskét ide. Így. Óvatosan ki ne borítsuk. És 3/4 van, pontosan van egy fali óra. És
Megnézzük, hogy ez a 20 ml alkohol tudja, avagy nem tudja. És azt hiszem, hogy leégett a 20 ml alkohol. De gyerekek, nem lobogtatta meg a vizet, de mint látjátok, a víz forró. A vízünk tökéletes, tejának, kávénak, zacskós levesnek, és amire nagyon kíváncsi voltam, hogy ez a 20 ml alkohol meddig lesz elég. Amire nekünk kell, vagy amit én szoktam vinni, kávé, levespor, tejának, ez a fél liter víz tökéletes. Viszont, amint említettem, ha ezt egy titánium bőgre, vagy egy ilyen rozsdamentes, vékony falú acél edénybe csináljuk, nincs akkor a hőveszteség, ez szerintem sokkal, de sokkal, de sokkal, de sokkal gyorsabban forra víz. És hogy egy picit érdekesebb legyen a buli, újra teszek bele egy 5-10 ml alkohol, és csak úgy külön a legvégére. Mert most fúrtam még egy pár lukka többet, úgyhogy szerintem még szebben fog égni, úgyhogy na, jövök mindjárt. Na gyerekek! Ezt tudja a sörös dobozból készített alkoholos főző. Matyi barátom, szerintem ez is tudja, mint egy 4-5 ezer forintos gyári. Így, ahogy elnézzük, szerintem ebből a pár száz forintból tökéletes, úgyhogy én úgy érzem, hogy ez a test sikeres volt. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. A legközelebb. Sziasztok!